Sziasztok, Fid vagyok, és ebben a videóban egy elég érdekes rollerről lesz szó. Nem láttam még ilyet itthon. 48 voltosba találtam meg, az 800 euró. Hát gondolom ez egy kicsit följebb van, olyan 300-350 ezer forint, mire ideér. Tényleg nem tudom, mert ha beírtam ezt a Sunroll Scooter nevet, akkor nem dobott ki semmit. És 60 voltosba egyik honlapon kívül, ár nélkül nem is találtam meg. Azért nem került az elektromos roller, amit kerülsz sorozatomba, mert ez olyan 50-50 roller, tehát félig szar, félig jó, újként meg nem venném, de vannak rajta egész jó megoldások, és van rá esély, hogy nem olyan nagy összegből még akár egy jó roller is válhat belőle. Nem tudom, hogy mi lesz vele, de elkezdem felpimpelni, megcsinálgatni. Az a baja, hogy elégett a vezérlő. Biztos, hogy a fetek még nem szedtem szét, lesz róla szétszedős videó is, de tényleg nem néz ki rosszul. Viszont ugyanazokkal a gyerekbetegségekkel küzd, mint az olcsóbb rollerek. Hátul tárcsafék van, természetesen egy oldalt nyom. Hát, ezek a lehető legszarabb fékek, ezt mindig cseréled. Hát, megpróbálom megmutatni rendesen. A távtartót sem sajnálták. De legalább itt tárcsafék van. Elől kapunk egy dobféket. A dobfékkel nekem nincsen bajom, mert igénytelen és tök jó be lehet állítani úgy, hogy ne álljál fejre. Sajnálom, hogy tízszorosak a kerekek. Ugye, ha ilyen gumid van, akkor a sürgősen cseréld le, mert például a bicikli úton, vagy ami az Andrássy úton van, ez a piros szar olyan, mint a tükörjég rajta. Én nem szeretem ezt a gumit, le kell cserélni 10x3-ra. Rámegy. Tényleg sajnálom, hogy nem 11 szolos a kereke, de ha jól láttam, akkor bele lehet rakni. Amin ilyen rugó van, vagy teleszkóp, vagy rugós tag, azt igazából messziről elkerülöd, mert még csak biciklistelót is nagyon nehezen találsz rá. Nem lehetetlen a dolog, mert szerencsére kívül van, így van rá esély, hogy hosszabb csavarokkal föl tudsz tenni valami normálisat, de amennyire jól néz ki, ezek az árt rugók a legfillérbaszóbb, igénytelen fosok a világon, nem tudod állítani, nyikorog is, zsírnak köze nincs az egészhez. Azt hiszem a másik oldalt látszik. Hát valahogy fénybe kéne tenni. Saját magát eszi meg, ahogy megfeszül, szétdarálja a külsejét. És hiába van hátul kettő, elől kettő, mivel ez egy semmi teleszkóp, a felfüggesztés is semmi, csak dísznek van jelenleg, tényleg meg lehet oldani, és így nyikorog az egész. És kattog. És tényleg a 82-5 kilommal iszonyat módon kell rajta ugrálni, hogy legyen rajta felfüggesztés, és azért van ilyen nyöszörgő hangja, mert itt körbe a két fém összeér. Hát ez az olcsóbb rollerek ismérve, ez a teleszkóp. A monorim is kitalálta magának, hogy ilyennel adja a monorimet legszarabb. Viszont, mikor képeken megláttam, azt hittem, hogy milyen jó combos hátsó villana. Itt aztán lehet majd tuning motort betenni. Viszont csalóka, mert üreges, de legalább térhálós, sajnos nem tudom
jobban megmutatni. Térhálós egy elég masszív keresztartó van rajta, a sárvédő szép, hát szerintem az egyik legszebb sárvédő, amit valaha láttam, nem néz ki ilyen filléres kocsmányságnak. A motor 800 watt és 60 voltos, a vezérlő egy 25 amperes 60 voltos, elől, hát mihez hasonlítsam, nem szeretem az ilyen villát, mert olyan, mint a Kugó S1, csak nagyobba, és nem látom a sárvédő miatt, még nem szedtem le, hogy össze van a hegesze, vagy milyen módon van. Megcsinálva, de egy nyakba el szokott repedni, aztán alád bukik a kerék, ezért sem látsz nálam sok pálcika roller videót, mert kifogsz egy finomabb kátyút, nem kell, hogy nagy legyen, megfeszül a villás, alád hajlik a kerék, jobb esetben hajlik, ki szokott törni a francba. Viszont ez elég combos, hát egy olyan 4 mm-es lemez, kellően megmerevítve, mondom, itt a nyaka szokott lenni a gyenge pont, és még a villaképzés is elég jó, csak hát itt van ez a teleszkóp, itt a villatövébe persejezve van, úgyhogy erre legalább odafigyeltek. Olcsó rolleren ilyen masszív nyakat még a büdös életben nem láttam. Ez viszont tényleg ilyen vastag, egy, hát nem tudom, fél centi a legtolóméről. De tényleg nagyon masszívnak néz ki a cucc. Na, 0,8. Ennyire masszív nyakat még nem láttam ilyen kategóriájú rolleren, és abból adódóan, hogy a nyaka csukódik be, ez is küzd avval, hogy lötyög a kormány. Gyerekek, nem vicces, ha lötyög a kormány, mert először csak kicsit lötyög, utána nagyot lötyög, és törik. Szerintem látszik. És jó, persze megfeszül, ha rajta állsz, és akkor nem jár ennyire, de szét kéne szedni, megnézni, hogy lehet-e belőle baj. Elvileg nem, mert itt semmi olyat nem látok, ami miatt el akarna törni, szóval ez egy fokkal jobb, mint a többi. Tényleg nagyon combos. Azt még megnéztem, hogy egy nagyon picit jár a csapágynál, az is hozzáadódik. Nem tudom, hogy meg akarom-e csinálni. Ez egy tök jó projektroller, csak hát ugye két dolgot szoktam mondani, hogy olyan rollert nem veszel, amit a nyakánál kell csukni, és egy motoros rollert sem veszel. Ezzel lehet kötözködni, de vagy felfogod, hogy a 80 kg fölött vagy nem veszel egy motoros rollert, vagy nem, mert szétég a motor, a vezérlő vagy a motorkábelek, és nem lesz vicces, amikor a motorkábel rágyújtja az aksit. Amúgy is ebben ilyen filléres, ki tudja milyen akucellák vannak. Az összes ilyen márkátlan, olcsó kategóriás rollerbe az van, nem véletlen, nem szoktam ilyeneket venni, és ha úgy nézzük, ez is igazából ingyen volt beszámításból. Én félnék tőle, hogy rágyújtja a lakást. Nem vicces, gyerekek, írjátok be, hogy Electric Scooter Fire a YouTube-ba, és akkor kétszer meggondolod, hogy akarsz-e magadnak otthon tartani olcsó rollert, vagy nem, mert a jobbik eset az, amikor menet közben gyullad rád, a rosszabbik, amikor a lakásba töltőn hagyod, és nem figyelsz rá, és ugye kb. Van egy percet, hogy kiuss mondjuk a panelből, főleg a negyediken laksz, mielőtt elkezd hatalmas kétméteres lángcsóvákat szórni magából az akku, szóval így vegyél ilyen Jupin, meg hasonlókat, nézzétek meg az elektromos roller, amit kerülsz videósorozatot, és akkor lesz némi fogalmatok arról, hogy milyen egy szarroller. És ez is azért halt meg, mert egy motoros, itt van az elejébe a vezérlő, kint ugye most már ilyen 30-40 fokok vannak,
a beton az vagy 60-70 fokos, süt fel, nem bír lehűlni, még be is van passzírozva, semmi levegője nincsen, és meghal a rollered. Még a két motorost is ki tudod így csinálni, elsütni a motort, nem tud lehűlni. Szóval fogadd meg, hogy egy motoros rollert nem veszel, és hogyha 80 kiló alatt vagy, akkor sem fogsz vele emelkedőt mászni, csak is sík terepen, igazából ez alól a Xiaomi-k meg a Ninebot-ok kivételek, ott egész jól működik a hővédelem. Aztán az első lámpája is, tök király. A hátsó lámpa az még királyabb. Hát, kicsit szomorú vagyok, mert ugyan van rajta stuszni, de hát ilyen elég egyedi. Viszont, mivel 22 mm-es a cső, ezért lehet rátenni mondjuk BMX kormányt, és akkor csak lejjebb kell sülyeszteni, még faszán is néz ki. Hát kezelőszerből nincs sok, két fékkar, meg egy gázkar, kapunk egy fehér csengőt. Ezeket a markolatokat nem tudom, hogy kinek találták ki, de rohadt pici. És maga is a kormány sem valami nagyon széles, ilyen mókus pózba kell ezen állni. De tényleg ezt eladja, hogy jól néz ki, olyan, mint egy lecsupaszított új lime. És itt van ez a kijelző is, mindjárt megmutatom, csak nem szeretek úgy leégett vezérlős rollert tartani, hogy rá van dugva az akura, mert érdekes, hogy úgy égett le a vezérlő, hogy gondolom csak egy fett, mert fogja a motort, és igaz, csak ilyen 5-6 utcát kellett áthoznom, mondom, hogy analógba lábbal hajtom, és hát fogott a motor, úgyhogy toltam, de rendesen leízadtam. Akkor összedugom alul, és akkor megmutatom a kijelzőt. Ezt a kis gombot kell megnyomni, természetesen hibát dob, és nem tudom, hol van a fényérzékelője, de automatikusan kapcsolja be. A lámpát, ami ilyen kis rollerhez képest egész jó. Szívesen ezt, hogy van a féklámpa. Ja, villog. Szóval nem egy rossz roller, de újként biztos, hogy nem venném meg. Ha kifogod ilyen 100-120 körül, amit szerintem nem fogsz, mert nem sokan ember van, aki ezért pénzt adott, akkor érdemes lehet megvenni. Tényleg csábító benne, hogy 60 voltos, de egy motorra sok az a 60 volt. Ez a videó ennyi lett volna. Köszönöm, hogy megnéztétek. Fit voltam. Hamarosan jön belőle a belezős videó.